kicsit türelmemben kapja a szót mindjárt. Szia Gyuri, köszöntöm az adatokat. A Kádanova interjútól kapcsán sok komment érkezett, egymással adatkoztak a kommentelők, illetően sokan mellette és sokan ellene is. Az egyik gondolat azért felkeltette a figyelmet, nem tartom helyesnek, amikor egy személytől nevezzük meg, mert tudjuk problémát, de akár nem tesszük őket. Ahogy azt sem, amikor egyetlen embert irányítunk hatásra. A jövőhöz, a jelenhez is valami közös akarat kell, ami nem személyhez kapcsolódik, hanem közös akaratot képviselő testülethez. A Fidesznél ez a közös akarat megvan, és a másik oldalon? Hát itt nincs, itt sokféle párt van, és nincs közös vezető. Kálmán Olga kimondta a varázsigét, mondja egy másik kommentelő, azonban az ellenzék szavazói mindent összevetve is kevés a Fidesz totális legyőzésére. A kommentelő úgy véli, csak totális győzelemmel lehet Fidesz kártyát. Jó, de úgy tett a lába. Ezt mondjam, hogy azt nem tudom viszont. Ha valaki itt javasolja, hogy a Kis Lászlóval folytatott beszélgetést tegyük föl a Facebook oldalunkra. Mindenek vettük az ügy érdekében, valószínűleg meg is úgy történt. Aztán már kevésbé komoly témában, hajnali részegség, így egy másik kommentelő, összeült a válságstáb, beszélben a békét meg kell védeni, és ez miért bekerül. Na, erről van szó, honnan és mennyit? Hát lehet, hogy erről van szó, de hajnalban? Ugye, én nem nyitok a bankot. Igen, de talán pont ezért. Csák János kezét én is a tűzbe tettem, csak a testvérviselő vagyok. Szállíthatunk Novák Katalin, szólítja meg költője a dokumentáció társasági alapokat, ami védi az ukránokat, de nem támadja az oroszokat. De értem. Én nem értem. Illetve ez a tipikus ilyen kis óvatos helyezkedés, hogy hát én tulajdonképpen azt mondom, amit a nyugatiak is, de tulajdonképpen nem is mondok más, mint amit Orbán Viktor. Hasson úgy, mint ahogy egy normális NATO ország, meg uniós ország elnöke mondhat, meg ne is okozzon semmiféle konfliktust az én miniszterelnökömmel körülbelül ez. Nem tudom, hogy kerül szóba Várkonyi Andrea neve, de azt mondja az egyik kommentelő, tehát az egyik privát. Hatházi Ákossal kerül szóba, mert elmondta, hogy vett 300 millió, vett egy olyan balatonfüredi apartmant, ami a férje testvérének a tulajdonában volt, és kb. 300 milliót ért. Az egyik kommentelő azt jelzi, hogy nem kollégája Bolgár úrnak. Nem. Csortos jut eszébe, kolléga, mióta vagyok én? Hát nem ezért van. Biztos elmondtam azt is, hogy tehetséges asszony, orvosként végzett, aztán egészségügyi menedzser szakot végzett, aztán tévéhíradó műsorvezető lett. Nem volt kollégám sose természetesen, de biztos, hogy ügyes asszony. Szerintem az élet útja ezt mutatja. Még utolsó alkán dicséretnek is elférő komment. Hadházi kitaposok úton megy. Bolgár György minden héten megírja, hogy mit ír a média, ehhez képest az igazság. Igen, én megírom, de nagyon helyes, hogy Hadházi figyelik a közmédiának hazudott állami médiát, M1-et, mert nem mindegy, hogy minden nap konkrétan látjuk-e, hogy mit hazudnak, hogy hazudnak, és mit hallgatnak el. Én minden héten kiveszek néhány otrokba hazugságot, de ezer módja van annak, hogy leleplezzük őket. Ez is az egyik módja, csinálják csak. Csodálom is érte a tudalmat. Köszönöm szépen, és akkor a hallgató a vonalban. Jó napot kívánok! Halló! Halló! Jó napot kívánok, tessék! Nem hall engem? Én vagyok vonalban? Igen, ön van. 35 fok van. Nem tudom, mennyi idő van még. Még 3 percünk van, de kezdj el nyugodtan, ha véletlenül önben szakad a szó, akkor holnap folytathatjuk. Hallgatom. Ez nem megy olyan könnyen, mert én külföldről beszélek, és holnap nem biztos, hogy ráérek. Mert úgy általánosságban a magyarságról, mert évek óta szintileg már külföldön. Tudom, hogy ez mások szemébe ezekben melegvésnek is tűnhet, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy mint külső szemlélő nagyon-nagyon rossz irányba folynak a dolgok, és egyetlen egy óriási problémát látok én, amiről soha senki nem beszélt. Vannak ellenzéki pártok Magyarországon, engem már az a szó is, hogy párt már ingerel. De ne legyen párt, legyen képviselő.
a pillanat itt választa meg, de úgy választa meg, hogy nem 2 évre, nem 4 évre, hogy beleülünk a zsíros fazékba, aztán kialakítunk egy úgymond uralkodói magatartást. Az ellenzék is ugyanúgy, a kormány, az országgyűlésben az ellenzéki képviselők is ugyanúgy ülnek, de különböző pozíciókban és a rendszerváltás óta is mindig csak a népről beszélünk, de ki a nép? A nép az nyilvánvaló, hogy az egyszerű embereknek a többsége, a 6-7 millió ember, na most ez fölött vannak, aki még valamilyen magasabb iskolai végzettség miatt komolyabb pozícióban, azok akármilyen rendszerváltás, azok megőrítik a pozíciójukat, azok viszonylag még mindig jól élnek, azok nem mennek az utcára. Tehát nem pártokat kellene, képviselőket választani, és a képviselőket úgy megválasztani, hogy igenis, rendszeresen, negyed évente számoljatok be, hogy milyen munkát végeztek, vagy nem végeztek senki még munkát, negyed év után visszahívhatok, és jöjjön vissza, ha úgy tetszik esztergálni, vagy kapálni, vagy utcát csöpörni, vagy akármi. Ki megy ezután képviselőnek, mert ki megy képviselőnek, mert negyed éves megbízatásra nem vagyok ott a munkában. Bocsánat, én azt mondom, hogy az embereket, hogyha kategóriázzuk, akkor ne legyen olyan ember, aki 500 ezernél többet keres, még ha miniszter se. Mert az a mezőgazdaságban dolgozó, vagy az ipari gép mellett dolgozó, az ugyanúgy megdolgozik a pénzét és a jó megélhetését, mint az a miniszter, vagy akár milyen diplomás végzettségű ember. Mert mi a magyarban mindenre van egy közmondás, és én azt szoktam mondani, hogy ha a paraszt nem mert, akkor nem eddig szép szóval, nem eddig csúnya szóval, azt mondom, nem zabál se az orvos, se az utca seprő, se a boltos, senki se. Értem, én ne haragudjon, itt félbe kell szakítani, mert most tényleg vége van a műsoridőnek. Ehhez csak annyit tudok mondani, hogy hát nagyjából még a kommunizmus, vagy az úgynevezett kommunizmus alatt sem volt így, legfeljebb a cél volt ez, de azt kell mondanom, hogy amit próbáltak, ez az egyenlősdét nem vált be, úgyhogy nem hiszem, hogy ez ma be tud válni, nem ez a válasz a rengeteg problémánkra, de érdeklődésre hallgattam, köszönöm szépen. Ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért, készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc Saba, Erdei Tünde, Balogh Kármen és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül.